Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. A Szellemek szigete egy 2017-es eurotípusú kooperatív stratégiai játék, melyben egy szigetet védelmezünk annak ősi szellemeinek bőrébe bújva, a sziget benszülötteit, azaz a Dahan népet közösen irányítva, hogy megállítsuk a szigetet kolonizálni vágyó ideérkező nép gyarmatosítását. Ehhez a képességkártyákat és saját karakterünk tulajdonságait fogjuk használni. Azonban ebben a játékban egyedül győzni lehetetlen. Nem csak saját képességeinkre, hanem a többiekre is oda kell figyelnünk, jól kell időzítenünk és egy-két körrel előre gondolkozva cselekednünk, különben a betolakodók pillanatok alatt úgy szétterjednek, hogy megállításuk lehetetlenné válik. Bár szubjektív, a játék grafikai megjelenése a szép házikók ellenére nekem kevésbé tetszik, és a teljes élményhez nagyon alaposan kell ismernünk a képességkártyákat. Azonban nagy pozitívum karaktereink fejlődési rendszere és a kártyákban rejlő olyan szintű kombinációs lehetőség, ami nem csak az újrajátszhatóságot biztosítja, hanem a játékban való elmélyedést is. Ez az 1-től 4 főig játszható játék nem véletlen birtokolja a BGG ranglista 13. helyét. Értékelésem a műfaj kedvelőinek különösen ajánlott.